53 ezer alkatrészből átlagosan 5500 munkaóra alatt készül el a MÁV Start első saját fejlesztésű kocsija, méghozzá Szolnokon. Nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy Európában egyedülálló az, hogy egy vasúti szolgáltató az új személyszállító járművek gyártásába fog, ezt el is tudja végezni, meg tudja tervezni, és ennek a logisztikáját meg tudja szervezni. Az új generációs Intercity jármű család nemzetközi forgalomra alkalmas, már sorozatban gyártott első darabját várhatóan nyár elejére fejezik be. Most folyamatban van már 20 darab IC Plus kocsinak a gyártása, ezek 200 km/h sebességre képesek, és mindenféle európai szabványnak és minőségi követelménynek megfelelnek. Én is kipróbáltam ezeket a járműket, és nyugodtan mondhatom azt, hogy nyugat-európai színvonalú kocsikat tud itt gyártani a szolnoki járműjavító telepén a MÁV csoport. Azt gondolom, igazán büszkék lehetünk arra, hogy saját gyártásban, magyar emberek munkája által egy ilyen fejlesztést végre tudunk hajtani. A Modern Városok program keretében Szolnok vezetése már első pillanattól fogva stratégiai tartaléknak tekintette a vasúti gépgyártásban rejlő lehetőségeket. Vezérigazgató úrral előtte nem keveset egyeztetve, abban maradtunk, hogy az Intercity kocsi gyártás lesz az egyik olyan megállapodás, amit a kormányzattal megkötünk azért, mert még nem tudtuk pontosan, hogy milyen forrásokból lehet ezt a programot vinni, és így a Mi Modern Városunk programjának egy elemi része az volt, hogy a magyar vasúti gépjárműpark felújítása az Intercity vonatkozásában, az Intercity kocsik gyártásának vonatkozásában itt Szolnokon történjen meg. A MÁV a vasúti személyszállítás sújtó külső tényezők ellenére is belevágott a fejlesztésbe. Annak ellenére, hogy sajnálatos módon mondjuk a felsőoktatásban csökkent a gyermekszám, tehát az adott esetben a utazó, a foglalkoztatás oldaláról viszont, és vélhetően a kiváló szolgáltatások oldaláról viszont nőtt és alapvetően nőtt az utasszám egyrészt, másrészt pedig láthatjuk azt, hogy mennyire kényelmes, minőségi, színvonalas utazás lesz lehetővé a MÁV. A Szolnokon legyártott IC Plus kocsikkal a MÁV Start új szolgáltatási szintre lép. A szándékunk, a tervünk az, hogy 2019-től a jelenlegi egyórás ütemű Intercity közlekedésben minden második órában emelt szolgáltatási szintű szerelvényt fogunk közlekedtetni. Ezek a szerelvények ki fogják használni a 160 km-es pálya lehetőségeit. A jelenlegi IC forgalomtól kevesebb helyen fognak megállni, ezáltal még előnyösebb menetidőt fogunk tudni mutatni. A járműjavítóban készülő IC Plus kocsikból összeálló szerelvényen lesz egyebek mellett családbarát rész babakocsi beállóval, kerékpártároló, ahol fújtatni is lehet, prémium rész büfével, üzleti szekció és úgynevezett silent, azaz csendes kabinok, ahol mobiltelefon sem zavarja a nyugalomra vágyókat. Egy-egy Szolnokon legyártott kocsi értéke körülbelül 350-380 millió forint, ami európai viszonylatban versenyképes ár, hangzott el a bejáráson.